Repüljek a sötétbe a világból. A képzési rendszer természetes vagy erőszakmentes Loki képzési rendszernek hívjuk. A meghatározása tulajdonképpen nagyon egyszerű. Ebben a képzési rendszerben nem teszünk erőszakot a ló fizikai és pszichikai természetén. Tehát teljes mértékben tekintettel vagyunk arra az élőlényre, amely egy fiziológiai és egy pszichológiai egység. Tekintettel vagyunk azokra az etológiai és anatómiai tényekre, amely ezt a gyönyörűséges élőlény, az emberre csodálatos társát felépítik. Különbözik a klasszikus kiképzési rendszerektől abban a tekintetben, hogy alapvetően nem a sokszor talán kegyetlenségbe hajló technikai eszközökben bízik, hanem sokkal inkább arra az ősi kapcsolatra épít, amely a magyar mítoszokban és legendákban megőrződött számunkra. A fehér lófia mítosz az valahol azt az üzenetet közvetíti nekünk magyar embereknek, hogy két énünk van. Van egy animális, organikus énünk, és van egy szintetikus, ha úgy tetszik, emberi, isteni énünk. És ennek az egyensúlyát kell megteremtenünk a világban ahhoz, hogy egész emberekké váljunk. Ma a szintetikus én túlerejét éljük. Egy olyan világban, egy olyan technikai civilizációban élünk, ami elnyomja, szégyeli az animális, organikus én. Márpedig, ha így élünk, akkor csak fél emberek, fél civilizációját építhetjük. Ez a legenda tulajdonképpen arra figyelmeztet, hogy lovasként semmi más dolgom nincs, mint felfedezni a bennem élő lovat, rábukkanni arra a csodálatos hófehér paripára, táltos paripára, ami ott dobog minden ember, minden magyar ember szívében. Meg kell ismernünk a bennünk élő lovat, és tulajdonképpen semmi más nem kell tennünk, mint hagyni kibontakozni magunkban ezt a bennünk élő lovat, hagyni kell működni, és innentől kezdve a ménes egy tagjaként tulajdonképpen azon alapelvek mentén dolgozva a lóval, ahogy ők is egymással kommunikálnak, olyan teljesítményekre lesz az ember képes, amelyet nem a technikai eszközök hatalmával, hanem valami egészen más lelki kapcsolattal ér el. Maga a kapcsolat fogalma is ugye arról szól, hogy egy jó emberi kapcsolatban, egy jó társas viszonyban nem csak kapni akarok, hanem kapok és adok. Minden természetes lókiképző eljut ahhoz az erkölcsi dilemmához a szakmai pályafutása során, hogy na jó, hogyha olyan természetesek vagyunk, akkor miért is ülünk föl a ló hátára, hiszen a ló számára a legkevésbé sem természetes, hogy lovagoljuk a lovat. Én magam is eljutottam ide, sőt, miért nem hagyjuk csak legelni a maga természetes közegében, miért is kellek én egyáltalán az ő világában? Rá kellett döbbennem, hogy a feloldás vagy a megoldás, ennek az erkölcsi dilemmának a megoldása, az pont a kapcsolat szóban keresendő. A kapcsolat az egy, hát mai divatos szóval win-win játszma, vagyis nyerek-nyerek játszma, amelyben mind a ló, mind az ember nyer a másiktól, a másikból valamit. A ló lelkileg, fizikailag erősebbé válik, gyarapodik az önbizalma, olyan dolgokra lesz képes, amelyre korábban nem volt. Az ember pedig hát tulajdonképpen visszanyeri egyfelől azt az ént, amelyet a technikai világunkban elveszítettünk, amelyről már beszéltem az előbb. Másfelől pedig a ló egy tükröt tart elé, amelyen keresztül elnyerheti saját magát is, hogyha ebben a kapcsolatban elég őszinte tud lenni önmagához. Csak egy Jóka idézetet szeretnék itt mondani, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló, mondja Jókai Mór. Ugye 10 éves korában szőrén ültem el a lovat a Karcsapusztán, és emberré tett a ló, és a lovas bemutatón is látom, hogy valóban a hivatásának tanít az egyetemen, lovas kultúra hivatásának, és ennek köszönhet, ennek a gyerekkorú fiatalkorú élményének.